Start! Start, elindult a dr. Vecseklő József emlékverseny, annak is az első futama, hiba nélkül jött el a mezőny. Ahogy mentek fel a lovak a starthoz, Villánvilnek voltak gondjai, de szerencsére ezúttal nem indult rosszul. Gyorsan beveszült a hajtója a mezőny végére, külső startszáma volt. Valentino, aki pedig sorozatnyerő és folyamatosan nagyon komoly erényeket villogtatott, most a klasszisok között is megmutathatja magát. Gyorsan bekezdett és elmegy vezetni. Time to say goodbye ott van mögötte, és a másik Ammásló Übű király pedig a harmadik helyen, tehát az Ammásló egy picit akár össze is dolgozhatnak. Második spurt fölvállalva jön majd Vitál Ergé, mögötte pedig jön Generőz. Itt van a mezőnyben a kétszeres bajnok, Time to say goodbye, illetve a tavalyi versenyek hősei, a Holt versenyben győztes Újráz, illetve Villánvil. Nagyszerűen remekül egész, együtt az egész mezőny, amikor egy kör van még hátra a futamból. Jó tempó diktál Valentino Csordás Emilre, hát nagyon erősek az ellenfelek, akik azért abszolút mértékben tudnak rá tapadni. Time to say goodbye mögötte a második, egy hosszal követi őket Übű király, aki mellé felzárkózik Vitál Ergé hátán Generőz érkezik majd. Újráz egyelőre a mezőny második felében bent a falon, de azért egészen közel a fronthoz, és Villámé pedig zárja a sort egyáltalán nem kiszakadva. A Valentino nem adja egyelőre az előnyét, és nem adja a vezető pozíciót a túloldalra fordulva, mert mindig ő jár az élen Csordás Emile. Valentino, time to say goodbye, kívül Vitál Ergé, belül pedig Übű király. Generőz próbál talán majd támadásba lendülni, mellette még mindig ott van Újráz, Villámé változatlanul a sor végén. Az utolsó 700 méter kezdetén Valentino próbál egy picit szökni a többiektől, de még mindig nagyon közel hozzá szinte mindenki, legközelebb time to say goodbye, Übű király, Vitál Ergé, és a mezőny végéről most Villánvil indul el óriási lendülettel. Az utolsó 500 méteren belül vagyunk, már a középmezőnyben halad Villánvil, egyelőre várnak Generőzzel, és a mezőny végére esik vissza Újráz. Nagyon erős, nagyon-nagyon erős Valentino. Valentino tele kézből jön mögötte, teljesen együtt az egész mezőny. Valentinónak pedig talán még nőtt is az előnye a többiekkel szemben. Valentino fölényes vezetéssel érkezünk a befutó egyenesre. Valentino mögött Villánvil, Generőznek óriási a hátránya. A mezőny végén van még csak. Vitál Ergé is támad, de Valentino még mindig nagyon-nagyon vezet. Übű király is tud újítani. Valentinónak most csökken az előnye. Valentino elfárad a végére. Az utolsó mételeken jön Vitál Ergé, és jön a teljes mezőny. Vitál Ergé! Vitál Ergé folytatja remek sorozatát Hajnal Tiborral, és megnyeri a dr. Vecseklő József emlékverseny első futamát. Vitál Ergé a nyerő.